Rendben, tehát folytatjuk onnan, ahol az előző részben a bajtuk, és ezúttal csak végig szaladok gyorsan a fényképeken, amiket találtam. Egyébként van számtalan, és nagyon jó videók is készülnek a videoklippek elemzéséről az interneten, úgyhogy azt is érdemes megnézni. De én csak azt akartam bemutatni azoknak, akik követik ezt a csatornát, hogy az ember nem lehet elég óvatos, hiszen, hiszen a gonosz ott leselkedik mindenhol és, és nem egyszerű ellenállni a kísértésnek. Különösen az a fajta szexualitás, ami a videóklipekben megjelenik, az egy különös buktató a legtöbb ember számára. Akár nőről, akár férfiról van szó. A nő, ugye a maga a csábító, ezért bukik el a végén, a férfi pedig azért, mert nem tud ellenállni. Ez nem feltétlenül csak a szexualitásra vonatkozik, hanem általánosságában az ember gondolatait eltereli a gonosz arról, amire igazán fókuszálnia kellene. Az pedig az, hogy minél jobban tudja követni a parancsolatokat. Pontosan tudja, hasatán, hogy mi a gyengéje az embernek. És az ember nem tud ellenállni, csak akkor, hogyha a mindenható útját követi, és az ő szavára hall. Ez egy keskeny út, nem véletlenül így írja a Biblia is, amin haladnunk kell. Hogyha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne rá Máté hetes fejezetben. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Hát ez, ez gyakorlatilag lerombolja azt a keresztény és protestáns hitet, hogy csak mondogatni kell azt, hogy én hiszek, és így megváltást nyerek. Hiszen ha kevesen vannak, akik megtalálják, és keskeny az az út, és szoros a kapu, akkor a mondogatás valószínűleg nem lesz elég. Mert rengeteg ember mondogatja. Ha az ember csak mondogatja, de nem teszi, akkor a mindenható elfordult tőle a csábítás és a kísértés, amit a gonosz használ, az csak arra való, hogy az embert elválassza a mindenhatótól. Ez hogyan történik meg, az Ézsai, Ézsaiás 59-es fejezetben le van írva. Ímé e nem oly rövid a mindenható keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. Amikor az embernek problémája van, egyetlen egy helyen találja meg a választ, és ez a szentírás ha a mindenhatóhoz fordul, ő segíteni fog. Azonban, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket a mindenhatótól, és bűneitek fedezték el az orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. A probléma a bűn, a probléma a, a, parancsolatok nem követése és az útról való letérés, amint az ember ezt megteszi, a mindenható elfordul tőle, és nem segíti tovább természetesen bűnbocsánatot nyer az ember, és visszatérhet, azonban abban a pillanatban, ahogy elfordul a mindenhatótól, már is ott várakozik hasatán, és boldogan felajánl ezt vagy azt, hogy kísértse az embert. És amint kísértés megjelenik az ember életében, onnantól kezdve az élet sokkal nehezebbé vált. És ezt első Péter 5 fejezetben erre is figyelmeztet. Minden gondotokat őre elvessétek, a mindenhatóról beszél, mert néki gondja van reátok. Ugyanúgy, ahogy írta Ézsaiás, hogy megszabadít, meghallgat, amennyiben az ő útján járunk. Olyan nincs, hogy mindenkit szeret a mindenható. Miért is szeretné azokat, akik nem hallgatnak rá semmi értelme? Első Péter 5. fejezet 8-as. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, hasatán, mint ordító oroszlán szertejár jár keresvén kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Mindenkit ugyanaz a kísértés és csábítás kísér végig az életen át. Az egyetlen dolog, ami megvéd, az ha gondunk van arra, amit a mindenható parancsolt számunkra. És ha ezt megtartjuk, akkor ő meghallgat és segít. Ha nem, akkor elfordul tőlünk. És ha elfordul, azonnal ott van, hásatán, hogy felajánljon valamit, amivel kételyt tud az ember szívében előidézni. Tudás, amit mi tudásnak hívunk, az orvostudomány, a művészetek, a csillagászat, matematika, bármi nem tud megvédeni hasatán ellen, hiszen ez az ő, ezek az ő eszközei. Ezeket adja el az embernek, hogy ezáltal meggyőzze az embert, hogy a tudás minél többet tud, annál közelebb kerül az istenséghez. Természetesen a, a Szentírásban a mindenható erre is figyelmeztetett első korintusiak harmadik fejezetben. Senki se csalja meg magát, ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Az evilági bölcsesség az, az semmit sem jelent. Mert evilág bölcsessége bolondság a mindenható előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságukban. És ismét, ismeri a mindenható a bölcsek gondolatait, hogy hiába való. Az a bölcsesség, az a tudás, amit hasatán ajánl, az bolondság és hiába valóság a mindenható előtt. És ha az ember forgatná a Bibliát, akár keresztényként vagy protestánsként az új szövetséget, amiben állítólag hisz, akkor ezek a dolgok kiderülnének a számára. És akkor tudná, hogy a mindenható figyelmeztetett mindenre. Sőt, az Efezusiakhoz 6. fejezet 12-es versben így szól, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. A harc nem emberek ellen folyik. A harc nem egy fizikális harc, hanem a fejedelmetségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. A harc nem fizikális. A harc hasatán ellen van, és az ő seregei ellen a gonoszság lelke Hogyan védekezhetünk, ahogy a Nézsaiás megírta, járjunk az úton, ahogy a Péter figyelmeztetett, járjunk az úton, és ahogy Pál figyelmeztetett, járjunk az úton, és ahogy az Efezusiakban újra figyelmeztet, annak okáért vegyétek fel a mindenhatónak minden fegyverét, és mik azok a fegyverek, és mit csinál ugyan az ember, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindenkinek elvégezve megállhassatok. Mik a fegyverek, álljatok hát elő körül övezvén derekatokat, igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvővén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely Isten beszéde. Ez az, ahogyan a gonosz ellen tudunk harcolni. Ő azt akarja, hogy azt higgyük, hogy ez egy bonyolult folyamat, ahol nekünk könyveket kell olvasnunk, és minél többet megtudni a világról, és, így enni, és úgy enni, hogy egészségesek legyünk, és stb. A mindenható 2000 évvel ezelőtt elmondta, hogy mit kell tenni. És ez itt van leírva az Efezusiakhoz. 18-as vers. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által és ugyanezen dologban vigyázva minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Imádsággal az ember a szent lélek segítségével álhatatosan mindenkiért és önmagáért, minden szentekért, azaz minden hívőért, és önmagáért folyamatosan imádkozik. És ezáltal mindenható segíteni fog neki. Ezek után pedig eh, akkor kezdjük el, és nézzük végig gyorsan. Anton Levey, aki ugye a sátán templomát alapított 1966-ban, is itt van a háttérben a Baphomet, ugye a, a fejre, állított pentagram. Eh, inkább így csinálom. Fejjel lefelé állított pentagram a körben, ami ugyanaz a szimbólum, amit, amit itt is láthatunk. És természetesen a kígyó. Ez ugye pafomet egy másik ábrázolásban: a fény, a fényesség, a tudás hordozója, az ellentétek, az éjszaka és a nappal, a sötétség és a világosság, a fent és lent férfi, nő, állat, ember. Ez mind megtalálható. Ez mind hasatá. Aki eltéríti az embereket az a tökéletes útról. Az ember csak tökéletességgel nyerhet megváltást. Az a kettősség, az arany középút, az nem működik. Érdekességképez ez George Washingtonnak a szobra Amerikában. Ugyanaz a kéztartás, fent és lent. Hogyha valaki azt gondolja, hogy ez véletlen, és hogy a világ véletlenül alakul úgy, ahogy alakult, akkor eh, az bajban van. <coughs> az Elia Banks az egyik videóklipben, ez egy egyértelmű referencia, bafometre és a gonosza, a szarvakkal, a szarvak mindig is ezt eh, jelképezték. Az Elia Banks, Lady Gaga, sajnos ezt nem ismerem, de biztos valami zene dolog lehet a szarvakkal, Őt sem ismerem, de ez egy zeneklip, egy videoklip, ahol szintén a körben ugyanaz a pentagram van, és a bafomet fej, ami, amit a sátán templomának alapítóján láttuk. Beyoncé és a Destiny's Child, Child ugye itt ez egy bafomet jel egyértelműen, a két szarval, a fülekkel, és ez egy utalás. Mindig mindenki elismeri, hogy honnan kapta a hatalmát. És ez a hatalom nem más, mint hasatán e világnak az ura. Ha ez még nem világos az előző videóban, az előző részben, ezt, ezt is eltaglaltuk. jay természetesen nem lett minden idők legsikeresebb zenésze, anélkül, hogy meg nem mutatná, hogy ő is kinek a szolgálatában áll. Valamint, ha megfigyelitek az egész képet, úgy van kialakítva, hogy ez is egy bafomet fejre emlékeztet. Itt van a, az aja a szakála, fülei és a szar. Beyoncé, ez a egy gyűrű a kezén, ami kecske, be Baphomet. Talán Tyra Banks, de erre nem esküdnék meg, de teljesen mindegy is valamelyik ismertebb modell újra a szarvakkal. Beyoncé a ruhában, ami szintén azt szimbolizálja Bafomet fej, itt vannak a szarvak, a szem, és itt van lent a fej. Ezen a melldíszen. Ismét ugyanaz a gyűrű. Még egyszer a kép. A gyűrű bejön kezén. A ruházat az elég egyértelmű, talán még azoknak is, akiknek uh, fogalmuk sincs semmiről, hogy ez a két szarv, a szem, és ez itt a fej a kecskének magának. Ismét itt a koponya, csontváz, szarv. Itt is itt van, de az egész ruha ezt ábrázolja. Nagyon fontos azt megérteni, hogy a szexualitás és a gonosz mindig is kéz a kézbe jár. Ezért annyira effektív a zenevideók. Ciara, Kiara, a Kecskével, Ez David Bowie egy idézet, de ezt nem tudtam leellenőrizni. Ez The Antwerp, ez egy délafikai együttes. Ugye ez egy egyetemű referencia a szarvakkal és a. Az egy a szem, egy szem, mindent látó szem. Lazy Boy, ennél nem is lehetne egyértelműbb, hogy honnan származik Lazy boy -nak a sikere. Hát ez, ez, ezen el lehetne tölteni egy időt, de egy kis időt itt a kézzel, a szarvak, ugye a sapkáján a, a mindent látó szem, az egy szem, akkor hogy kacsint az a figura, a körben a fej lefelé álló pentagram, valamint a kézjele ennek a kecske figurának is, és a halál mindenhol. Nem tudom, hogy ez ki hallgat ilyet. Malficent, Angelina Jolie, ez egy egyértelmű referencia a gonoszra. Scarlett Johansson, ez egy Disney film, az utópia, és itt látható a háttérben egy pólón. Kanye West, nadrágán, Kanye ismét, Kanye West, ez egy Kanye West videó, az hiszem workout plan, vagy mi, itt a feje lefelé álló ö, csillag, ami ismét csak a bafomet jelen. Ez két Moss, a szarvakkal, Katy Perry videóklip, már ez, ez, a videóklip önmagában egy tanulmány, hogy ahogy bemutatja az, a, az elme a mind controlt, amin ezek a hollywoodi hírességek és a zene ismertebb alakjai átesnek azért, hogy ilyen, ilyen mesterei legyenek gyakorlatilag ennek a csábításnak és az emberek átverésének. Lady Gaga ismét a Fent és lent ez a bab szóbilló kézjel, a mindent látószám, itt is, és itt is. Lady Gaga, még egyszer, azt hiszem nem vagyok biztos, hogy ez ő. Ez egyértelmű. Újra Lady Gaga. Az az igazság, hogy már nem is nagyon eh, rejtik ezt véka alá, hogy mi történik, hiszen eh, a réteg, aki, aki, aki érintett a fiatalság, az már teljes mértékben átesett ezen az agymosáson, de szerintem a 30-asok nagy része is, a többiek pedig igazából már kifele mennek a, az egész történetből, úgyhogy ők annyira nem fontosak. Ez a lánga, hogy meggyullad egy videoklipben ez is egy pafomet. Ez azt hiszem, hogy Lil Wayne, de nem esküdnék meg rá, talán az ő videóklipében van ez a figura bezárva egy ketrecbe. Ez biztos, hogy Lil Wayne. <kül> Madonna, ugye ez Beál, vagy mólák a bibliai istenség, aki gyakorlatilag a megtestesítője mindennek, ami a mindenható ellen ehm, szól, so, vagy áll, és Madonna. Ahogy Baphometet szimbolizálja a színpadon. Madonna természetesen egy nagyon ismert és híres szereplője ennek az egésznek. Michael Jackson, This is It, nem tudom, hogy ez videóklip vagy mi, vagy mi ez, de ez is egy egyértelmű szimbóluma és megtestesítője Bafometnek. Ez még egy Michael Jackson. Hát ez, ez nagyon. Rengeteg szimbolika van ezen is, ez egy rossz minőségű kép, de itt van egy egy Baphomet fej a kisgyerek kezében, illetve a mindent látó szem, és itt is további. De hát ez az egész, ezt el lehetne tölteni egy kis időt, ezzel ezt akartam megmutatni, hogy ezen is jelen van. Ez volt. Ez talán egy videoklip, nem voltam benne biztos, de az kétségtelen, hogy ez is Taylor Momsen, nem tudom, hogy ki ő, de minden esetre ő is megmutatja, hogy ki az, akinek köszönheti a sikerét. Akár csak ez a figura, aki tudtam, hogy ki. Travis Scott, akinek a, aki természetesen itt van a pafumát és a, csillag, ami fejjel lefelé áll. Ez, ez tökéletesen jelképezi, ahogyan a szexualitás megjelenik a zenében, és ez, ez a, ez a gonoszszal van összetársítva. Innentől, aki ezt nézi egész nap, ugye itt a 66 az újságban, aki ezt nézi egész nap, annak nagyon nehéz dolga lesz, hogy kikerüljön. Erről az útról, hiszen a kísértés folyamatosan ott lesz előtte, és ott van ami elcsábítja. Wiz Khalifa videóklipben jelenik meg pafumet. Ez talán egy reklám, nem, Be nem vagyok biztos, de ez én annyira egyértelmű, hogy ezt nem is érdemes talán elemezni. nem ismerem sajnos ezt, hogy ki ő, de azt hiszem talán egy brit előadó, de nem vagyok benne biztos. Ugye ismét a szexualitás és a gonosz a össze megint csak ezekkel bombázza az ember magát, akkor, akkor nagyon nehéz dolga van. Ez Dead Mouse, ő egy DJ, akinek a pólóján ott van Bafomet és maga a gonosz. És a kezén is olyan, ami furcsa, kígyószerű tetoválás van. Szóval a, a lényeg az, hogy bármerre néze, bármit hallgatsz, bármilyen zenét, hip-hop, techno, a rockzenet, teljesen mindegy. Ez Rihanna ugyanaz a nadrág, ami volt. Rihanna még egyszer, ahogy a kecske fejet szimbolizálja a haja. Ez egy elég egyértelmű utalás a szarvakkal, itt is és itt is. Ez egy érdekes videoklipből való, és ide az van, hogy Princess of the Illuminati a háttérbe. Nem ez egy gif, egyébként nem tudom lejátszani, úgyhogy csak így marad. Ez Rihanna, ez above, so below, a kettősséget jellemezve a kéztartás, ez egy egyértelmű utalás Bafometre a háromszögben, ami a férfi szimbóluma, és ez a, ez a női szimbóluma. A háromszög, de egyúttal a szem, az, az a szakál és a, a fülekkel, ez egy Bafomet a, a lefelé felfelé álló háromszög, a férfi nő, a szexualitás, illetve maga a bafomet. Ez ahogy a vizet pocsolja a videoklipben, egy bafomet fej megjelenik itt fülekkel és a szarvakkal. Ez persze meg kell állítani, ezt elég élelassítani. Glenn Danzig, ő rockzenész. Ő is megmutatja, hogy kinek a szolgálatában áll. Eagles. Együttes. Ez King Diamond. Ennél nehéz lenne egyértelművé tenni, hogy mi a helyzet. Ez pedig valahonnan egy szépségverseny, ha jól értelmezem a képet, ahol ismét csak megjelenik maga hasatán. Én nem mondom azt, hogy mindenki, akit látunk most, az tudja, hogy mit csinál. A lényeg az, hogy csinálja. Ha nem is tudja, mint hogy a legtöbb ember tudatlanul és ostobán csak követi a tömeget, és csak mindent elfogad úgy, ahogy van, azt, azt gondolván, hogy ó, ezek csak jelek, ó, ezek, ez nem számít, semmi nem számít, minden számít. Ha az ember lát ezer ilyet, ruhákon, videóklipben, filmeken, politikában, mindenhol, annak hatása lesz rá. Ez így van kitalálva. Ezért hívják fekete mágiának. Ezek a dolgok működnek, és, az, és ezt nem lehet legyőzni az ember tudományával. Ehhez a mindenadóhoz kell fordulni, és ő elmondta pontosan, hogy mi a teendő. Úgyhogy ezzel. ezt a második részt is befejeztem, és remélem, hogy segítettem minden jót, osszátok meg, ha gondoljátok a tetszet azokkal, akiket esetleg figyelmeztetni akartok. De jó. Amennyiben tetszett a videó és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár egy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az infobabőre a Youtube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a, a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt. Ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm, és remélem, hogy, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy, hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző, és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.